Ijesztően sok a kövér gyermek itthon. A probléma kialakulása ellen már csecsemőkorban sokat tehetnek a szülők, később pedig a rendszeres testmozgással és egészséges életmóddal is meg lehet előzni az elhízást. Napjainkban a különböző digitális eszközök és a témával kapcsolatos telefonos alkalmazások is hozzá tudnak járulni a sikeres prevencióhoz. Magyarország Európa legkövérebb országa. Nem mi állítjuk ezt, hanem az OECD néhány hónappal ezelőtt készített felmérése. Korunk egyik népbetegsége az elhízás, már a gyerekeket sem kíméli, 30-40%-uk túlsúlyos, amelynek később ettől súlyosabb következménye is lehetnek, úgy mint a cukor és májbetegség, az asztma és a magas vérnyomás. Arról nem is beszélve, hogy a kövér gyerekek általában gyakran esnek bántalmazás, csúfolódás áldozatául, ami tanulmányi eredményeikre is hatással lehet. Éppen ezért nem elég a problémával csak akkor foglalkozni, amikor már fennáll, a kialakulását kell megakadályozni, amely kezdetben a szülők felelőssége. Csecsemőkorban alapozódnak meg ugyanis azok az anyagcsere viszonyok, amelyek hajlamossá teszik az embert az elhízásra. Később pedig már a rendszeres mozgás is fontos részévé válik a megelőzésnek. A szakemberek szerint a pozitív elmozduláshoz szemléletváltozásra van szükség a szülők bevonásával és komoly ellenőrző rendszer létrehozásával. Fontos szerepe van a fejlődés vizsgálatában a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztnek is, amely 5. évfolyamtól felfelé méri fel a mindennapos testnevelésben részesülő tanulók fittségi állapotát, mások mellett az állóképességüket, hajlékonyságukat és tápláltságukat. A program lényege, hogy nem egymáshoz, hanem önmagukhoz viszonyítja a gyerekek fejlettségét, fejlődését, a működtető pedig azt szeretnék elérni, hogy a pedagógusok mellett a szülők is nyomon kövessék gyermekeik eredményeit. Éves szinten egyébként mintegy 700 000 gyerek fittségi adata kerül be a rendszerbe. Ezekből ki tud rajzolódni, hogy egy-egy korcsoportban mik a tendenciák, illetve hogy iskolai, osztály, de akár egy-egy gyerek szintjén is milyen előre mozdulás látható. A téma kapcsán vendégem a 35 perc stúdiójában dr. Kántor Irén gyermekorvos diabetológus, köszöntöm. Kívánok. Sok mindenről kell beszélgetnünk, remélem, hogy a rendelkezésre álló időbe bele is férünk. Az hangzott el a felvezetőben, hogy rengeteg a kövér gyerek. Mi az a rengeteg? Hogyan tudnánk ezt egy kicsit jobban érzékeltetni? Leginkább az a probléma, hogy nem csak, hogy most sok a gyermekek, az obesz gyermekeknek száma, a túlsúlyos gyerekeknek a száma, hanem ez a túlsúlynak a kezdete az egyre lentebbi korosztályba csúszik le. Most már nem csak az iskolások, hanem az óvodások, sőt még az ennél kisebb gyerekeknél is extrém túlsúlyokat látunk. Melyik gyerekre mondjuk, hogy kövér, melyikre mondjuk, hogy túlsúlyos? Ezek orvosi kategóriák, pontosan meghatározott testmagasságból és testsúlyból kiszámított számokból állapítjuk meg. Van egy BMI index, ami minden korosztályban is nemben van egy normál tartománya, és aki e fölött van, azok a túlsúlyos gyerekek. De a másik szót nem nagyon szoktuk használni a gyerekekre, mert egy kicsit megbélyegző, és nehéz utána a kommunikációt tartani, hogyha nem elég kifinomultan foglalkozunk velük. Igen. A szülők felelőssége elvitathatatlan. Tehát mire, hogyan lehet egészen a gyerek pici korában odafigyelni, amivel egy jó úton indítja el egyáltalán. Nem is tudom, hogy a pszichének mit tesz jobbat, ha arról beszélünk, hogy mit kell csinálni, vagy arról, hogy mit ne. Hát ez inkább gyereknevelési kérdés, az, hogy hogyan fogjuk meg a gyermeknevelést. Úgy értettem, hogy mi most ebben a beszélgetésben mi a jobb, ha arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mit kell csinálni, vagy inkább, hogyha összegyűjtjük mindazokat, amit inkább mellőzni kellene. Nehéz a szülőknek is megtalálni ebben a fogyasztói társadalomban a helyes táplálkozási irányelveket és a mozgási irányelveket, de amikor a gyereknevelésről van szó, akkor pontos szabályokat kell felállítani a gyereknek, meghatározni a korlátokat, meddig mehet el, akár étkezésben, akár mozgásban, akár ilyen választási szabadságban, és utána már könnyebb a kommunikáció, hogyha ezek a pontos határok le vannak fektetve. Az orvosoknak, önöknek, a szakembereknek a munkáját, mint egyfajta asszisztens segíti
a digitális világ, ha mondhatjuk ezt. Tehát a technológia fejlődésével talán az egészen fiataloknak is segítséget nyújthat az már, ami ugye viszonylag sokáig kidolgozás alatt volt rendszer. A mai forradalmi fejlődésnek az része az, hogy a digitális technológia az életünknek megkerülhetetlenül a részévé vált. Ez bizonyos szempontból nehéz, bizonyos szempontból pedig könnyíti az életünket. Mi próbáljuk azokat a lehetőségeket megkeresni, amivel könnyíti. Most próbálok néhány példát mondani. Az életmód, az obezitásnak és az életmódváltásnak a menedzselésében rengeteg applikáció van, és rengeteg olyan digitális eszköz, amivel akár a gyerekek saját magukat, akár a szülők nyomon követhetik. Ezek már nagyon jól kidolgozottak, mert nem csak könnyen használhatóak, hanem nagyon sokszor megajándékozzák a gyerekeket. Egyszerűen fizetnek érte, hogy a gyerek mozogjon. Úgyhogy számtalan ilyen applikáció van, és ezeket a gyerekeknek megmutatjuk, és próbáljuk nekik ezeket az előnyöket egy picit az ő oldalukról is kihangsúlyozni, hogy vannak olyan applikációk, amivel ha eleget mozog, akkor egy Apple Watch-ot nyerhet, vagy kaphat, vagy olcsóbban vásárolhat, vagy mi például a múlt héten külföldön voltunk, és egy bizonyos mozgás applikáció, egy bizonyos lépésszám megtétele után féláron volt nekünk a taxi. Úgyhogy számos ilyen applikáció van. Nagyon jó pofák azok az applikációk, amik kifejezetten gyerekeknek van. Most már a játékos együttműködésre alapoznak ezek az applikációk, és az azonnali megjutalmazásra, ami ebben a mai világban, hogy már azonnal most mindent megkapjanak a gyerekek, egy picit efelé ezt a mentalitást alkalmazzák ezek a technológiák, és tényleg jutalmazzák a gyerekeket. Úgyhogy a mozgásban is van ilyen, étkezésben is vannak ilyenek, és igaz, hogy az egész kicsi gyerekeknél még nem téma, de vannak a dohányzás leszoktató applikációk is, amik ugye a nem megfelelő életnek a része, és ezeket is mind megmutatjuk nekik. Ezekhez az applikációkhoz a gyermekek, vagy a bármelyik lakos az orvos segítsége által kapcsolódhat, vagy saját magától is. Mert ugye azért az önök felügyelete mindenféleképpen kell egy olyan gyermek esetében, akiről azt mondjuk, hogy túlsúlyos, hiszen az orvosi szemmel betegség. Ez nagyon fontos, köszönöm szépen ezt a megjegyzést, hogy valóban egy bizonyos BMI index fölött a túlsúly az már betegség, mert olyan betegségeket hoz magával, mint a korai érelmeszesedés, ennek a következményeként a korai szívinfarktus, a stroke, amik életminőséget és élethosszat nagyon-nagyon komolyan befolyásolják. Úgyhogy ezeket muszáj megelőznünk, és ezek az applikációk, ezek most is ott vannak mindenkinek a telefonján, csak le kell tölteni, ezek mind ingyenesek, csak használni kell. Nagyon-nagyon jó azért, mert tudjuk ellenőrizni mi is azt, hogy a gyermek, hogyha visszajön egy hónap, egy hét, három hónap, különböző időtartam után, hogy valóban mennyit mozgott, hogyha használta ezt az applikációt. Tudjuk ellenőrizni, megbeszélni, miért nem sikerült, hogyan nem sikerült. Egy krónikus betegnek a gondozása nem könnyű feladat. Meg kell tartani a megfelelő kapcsolatot, meg kell folyamatosan motiválni kell, és ezek az applikációk, ezek abban is jók, hogy megadják mindig a megfelelő motivációt, hogy ma miért csináljak meg valamit. Nagyon szeretem ezeket a digitális eszközöket, már csak azért is, mert a mai gyerekeknek ez elkerülhetetlen. Abszolút életük része. Igen. A mindennapjaik része. Igen, igen. Eltelte már annyi idő az applikációkkal közösen, hogy lehet igazából tapasztalatokról beszélni, és levonni ezeknek a hasznát esetleg? Még csak most kezdtem el, most kezdtük el ezeknek ebben az évben a használatát.
A gyerekek nagyon szeretik. Nagyon jó, hogy olyan közös platformot találtunk a beszélgetésre, amivel megtaláljuk a közös hangot, mert nekik tetszik, hogy egy picit én is láttam már olyat, hogy számítógép, meg mobiltelefon, meg applikáció. Ez nekik nagyon bejön, hogy egy a nyelvünk. És ezek az applikációk tényleg nagyon gyerekbarátak, és könnyű velük így a hosszú távú kapcsolatot is megtartani, mert egy túlsúlynak a kezelés az nem két hét, az évek. És ezt a kapcsolatot muszáj szépen felépíteni, megtartani, hogy az együtt felállított célt azt elérje a végén a gyermek. Tehát akkor azt kijelenthetjük most ebben az állapotában, ahol tart az eszköznek a használata vagy bekapcsolása a gyógyulási folyamatba, hogy tud segíteni a hatékonyságban, illetve a kommunikációban. Abszolút, abszolút. A gyerekek imádják, és jönnek, és mutatják, hogy megvolt az átlag, és akkor a napi 10 000 lépés, és büszkék magukra, ami valóban elég szép teljesítmény a napi 10 000 lépést megcsinálni, és erre időt szakítani. De így, hogy pontosan ezek a folyamatok mérhetők, ezek a lépések, vagy a megtett kilométer, ez őnek is egy jó visszajelzés, mert a nagy általánosságban elmondott, hogy tessék többet mozogni, vagy mozogj többet, ezzel azért nem vagyunk előrébb. Hogyha pontosan meghatározom, hogy most ennyit, és akkor következő alkalommal annyit, következő alkalommal még tovább, így szépen ő is tudja magát ellenőrizni, hogy valóban hol tart. És be tudja építeni az életébe. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.